közgyűlés, a munkaerőpiaci helyzettel is foglalkoztak a vármegyei képviselők. Konferencia, a teremtett világvédelméről hallhattak előadásokat fiatalok. Őrizetben a rabló, 24 óra alatt elkapták a rendőrök az idős nő támadóját. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye munkaerőpiaci helyzetével is foglalkozott keddi ülésén a vármegyei közgyűlés. A képviselők a kormányhivatal beszámolóját hallgatták meg annak kapcsán, hogy most zárult a foglalkoztatási paktum program. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. A vármegyei képviselők emellett tájékoztatást kaptak a Máltai Szeretett Szolgálat idei tevékenységéről is. A testület döntött több uniós forrásból finanszírozott fejlesztésről is. Maratoni hosszúságú közmeghallgatással egybekötött ülésen tárgyalták kedden a vármegyei közgyűlés tagjai Szabolcs-Szatmár-Berek aktuális legfontosabb ügyeit. Az eseményen kulcsfontosságú téma volt a közfoglalkoztatás és a munkaerőpiac aktuális helyzete a vármegyében, amelyről Kocsis László, a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője adott tájékoztatást. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke azt mondta, komoly eredményeket sikerült elérni az utóbbi években, most azonban újabb kihívások jelentkeznek. Az, hogy a képzett munkaerőt biztosítani tudjuk a vármegye munkaerőpiacán, az további fejlesztéseket igényel a oktatásban, a szakképzésben, de a vármegye illetőségébe tartozó Paktum Plus programban is, munkaügyi Paktum Plus programban is, ahol olyan képzési programokat kell indítanunk, hogy a munkaerőt megfelelően fel tudjuk készíteni a munkaerőpiacon való belépésre. Összességében pozitívak a tendenciák, viszont új kihívások vannak. Elhangzott persze az, hogy milyen külföldi munkavállalók jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Biztos vagyok benne, hogy minden olyan lépést megtesz a magyar kormány, a munkaügyi főosztály, hogy a külföldi foglalkoztatottak csak végső esetben jelenjenek a vármegye munkaerőpiacán. Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője szerint a jelentős munkaerő elvándorlást csak úgy lehet megállítani, ha a vármegyében komoly bérfejlesztés történik. Azt tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye rendkívüli exportőre a nyugat-magyarországi, illetve a nyugat-európai munkaerőpiacnak. Jó képzett, szakmailag felkészült szakemberek vándorolnak el, és ennek a legfőbb oka az, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye az országban az egyik leggyengébb fizetést produkáló megye. Bőven elmaradunk az országos átlagkeresetektől, ami, hogyha nem tudunk változtatni valamilyen módon, például azzal, hogy a kormányzat olyan döntés sorozatokat hoz, amiben szorgalmazza a hátrányos helyzetű térségeken például az adófizetési kötelezettséget a foglalkoztatók számára, hiszen egy munkahelynek a megteremtése jelentős mértékű kiadással jár egy munkaerőpiaci kérdéskörben. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője egyetértett abban, hogy a vármegye jelentős munkaerőtartalékkal rendelkezik. Hozzátette ugyanakkor, ahhoz, hogy újabb komoly befektetők érkezzenek a régióba, a villamos energia hálózat átfogó fejlesztésére van szükség. Itt elsősorban nekünk az autópálya az megérkezett a térségünkben rendelkezésre áll, de ahhoz, hogy a befektetőket fogadni tudjuk, itt energiára is szükség van. Gáz, villamos, víz, szennyvíz kérdésére gondolok elsősorban. És itt elsősorban, amiben mi a vármegyében gondba vagyunk, az a villamos energiának a kérdésköre. Ez a villamos energiával, ha mi tudunk foglalkozni, ennek a feltételét, az energiaigényt meg tudjuk teremteni, akkor számíthatunk kínai befektetőkre, amennyiben ezt nem tudjuk megteremteni, akkor nem. Ez egy kitörési pontja is lehet a megyének, hogy az a szabad munkaerő kapacitás, hiszen azt mondhatjuk, hogy Kelet-Magyarországon, itt a mi megyékben még van szabad munkaerő kapacitás, ezért ide tudjuk hívni, ide tudjuk csalogatni a befektetőket. A közgyűlést a vidékfejlesztési program aktualitásairól Kaponyás László, a vármegyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztési főosztályának vezetője tájékoztatta. Veres János szocialista képviselő reagálásában kifejtette, a mezőgazdaság előrelépéséhez a vármegyének nagyobb mértékű öntözésfejlesztési támogatásban kellene részesülnie. Az ország összesben nyújtott pályázatának a 18%-a volt a mi megyénkhez köthető, de az elnyert támogatásoknak csak 11%-a.
a mi megyénk belé. Azaz relatíve kisebb beruházások kötődnek a mi megyénkhez, mint az országos átlag, és én azt forszíroztam, hogy jó lenne, hogyha minél több olyan öntözéses beruházás kapna támogatást a jövőben is, amely révén a megyében bővülhetne az öntözhető területeknek a nagysága. Rendkívül fontos ez azért is, hiszen a megyei önkormányzat elfogadta azt a revitalizációs programot, amelynek eredményeképpen lehetőség lesz olyan területeken is öntözni a jövőben a megyében, ahol korábban nem volt lehetőség. A képviselők a keddi közgyűlésen újabb topos forrásból megvalósuló beruházások költség növekmény igényét fogadták el. Emellett meghallgathatták többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idei vármegyei tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Vármegyei Értéktár Bizottság 2023-as összefoglalóját is. A szuverenitásvédelmi nemzeti konzultáció kitöltésére buzdította hallgatóságát Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn este Nyírteleken. A politikus szerint a magyar emberek mindennapi biztonságát veszélyeztetik azok a törekvések, amelyeket a brüsszeli bürokraták és a hazai ellenzéki pártok fogalmaztak meg. Hollik István szerint ez abból is kiderül, hogy politikai ellenfeleik arra biztatnak mindenkit, hogy ne töltsék ki az íveket. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a konzultáció kérdései azok egészen konkrét veszélyeket jelentenek Magyarország és a magyar emberek számára, veszélyt ennek arra a politikára, arra a nemzeti politikára, aminek a célja Magyarország megerősítése és további erősítése, mert hogy ha a háború szomszédunkban zajló háborúra gondolunk, ha Brüsszel migrációs terveire gondolunk, ha a gyermekvédelmi törvény eltörlésére, vagy ha azokra a gazdasági törekvésekre, amelyeket szintén Brüsszel fogalmazott meg, például, hogy törőjük a rezsicsökkentést, ezek mind konkrét veszélyt jelentenek a magyar emberek számára, és ezért tartjuk fontosnak, hogy ebben a magyar emberek elmondják a véleményüket, még akkor is, hogyha vannak olyan magyar politikai szereplők, akik arra kérik az embereket, hogy ezt ne tegyék. A teremtett világ védelméről tanácskoztak hétfőn Mária Pócson. A fenntarthatóságról, a körforgásos gazdaságról és a környezetbarát hulladékgazdálkodásról esett szó, főleg diákoknak szervezett konferencián. A szervező Hieroteos Egyesület és a Zöld Út konzorcium célja a szemléletformálás volt. Zömében fiatalok gyűltek össze az Emmanuel Zarándokház termében Mária Pócson. A találkozót Kis András, a Hieroteos Egyesület főtitkára nyitotta meg, és köszöntőjében kiemelte, hogy a november 30-án záruló projekt mondanivalója eddig több mint 3700 embert ért el. Ennek a konferenciának a lényege is az, ami Ferencváva idei teremtésvédelem világhónapjára való üzenete is van, hogy áradjon az igazságosság és a béke. Tehát a békés és igazságos élet feltétele az, hogy az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy a másikra is tekintettel vagyunk. És azoknak a szempontoknak, amelyeket mi megjelentünk ezen a konferencián, ez az alapja, hogy egy békés, igazságos, a fenntarthatóság alapján álló világot szeretnénk. A program során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehettek szert, és oszthatták meg saját tapasztalataikat a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés csökkentésének lehetőségével kapcsolatosan. Simon Zoltán egyéni vállalkozó a környezettudatos gazdálkodás lehetőségeiről is beszélt a fiataloknak. Amire támaszkodhat, legalábbis én amire támaszkodni tudok, az egyébként a 48 éve alatt egyébként az a folyamatos következetes munka, amikor lépésről lépésre építjük magunkat. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos egyébként a tárgyi tudás megszerzése is, de a legkomolyabb fundamentum az maga a lelkiség. Hogyha megfelelő lelkiséggel vagyunk egyébként körülbástyázva, akkor azt gondolom, hogy nem kell se reményvesztetté válni, se kétségbe esni soha, hanem gyönyörű szépen egyébként szembenézve a kihívásokkal erőt venni magunkon, és egyébként megtaláljuk a megfelelő válaszokat. A konferencia esélyt ad a szervezeteknek, hogy jobban megismerjék egymás munkáját. A Hieroteos Egyesület dolgozói azt mondják, a diákok nagyon együttműködőek, és határozottan tájékozottak a témában. Szemléletformáló akcióról van szó, amely
azt a korosztályt célozza meg, amely a legfogékonyabb ezekre a célokra, a hulladékgazdálkodásra, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre, amely szorosan összekapcsolódik a környezetvédelemmel. Sokat beszélünk erről, és sokat is teszünk ezért. A Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás egy 5,5 milliárdos programot zárt le éppen a közelmúltban, amelynek a célja a szelektív hulladékgyűjtésnek a népszerűsítése, illetve a fizikai megvalósítása, infrastruktúrális fejlesztéseket valósítottunk meg. Legalább ilyen fontos a szemléletformálás, hogy az emberekben tudatosítsuk, hogy milyen fontos a környezetvédelem, a teremtett világ védelme, és örülök, hogy ezt az egyesület megvalósította most éppen itt Máriapócson, nagyon jó helyszínen, hiszen nagyon fontos értékeket közvetít számunkra a nemzeti kegyhely a környezetvédelem vonatkozásában is. A konzorciumi projekt a Széchenyi program keretén belül valósult meg, és a létrejött rendezvények több csoportba sorolhatók. Regionális jelentőségű konferenciát összesen 4 alkalommal rendeztek Vásárosnaményban, Nyíregyházán, Kisvárdán és Máriapócson. A rendezvények elsődleges célja az érzékenyítés. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ekkor szerte a világban, így Nyíregyházán is megemlékeznek az áldozatokról. A megyeszékhelyen működő áldozat segítő központban a nyitás óta eltelt 2 évben csaknem 1500 bajba jutottat támogattak. A világnap kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy mindenki számára van segítség. Az Ungvár sétány elején nyitott meg 2021. decemberében a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ. Az elmúlt 2 évben közel 1500 bajba jutottat támogattak. A szervezet munkájára a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából hívták fel a figyelmet. Az a cél, hogy biztosítson az állam egy felületet a bajba jutottaknak, ahol minden hatósági milliót nélkülözve egy nyugodt környezet fogadhatja őket, és elmondhatják a panaszukat egy segítő beszélgetés során. Szakemberektől kérhetnek tanácsot, érzelmi segítséget, pszichológust. A jellemző az, hogy tipikusan hozzánk a megnyitásunk óta vagyonelleni bűncselekményekkel összefüggésben kerestek meg minket. Több mint, vagy közel 1500 bajba jutottan voltunk kapcsolatban, illetve közvetlenül is igénybe vett akár pénzügyi, akár jogi, akár érzelmi pszichológusi segítséget. Ezek egy része, vagy inkább azt mondanám, ami így össztársadalmilag és így a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódóan a kapcsolati erőszak bűncselekménye az olyan 20%-os arányban jelenik meg nálunk. A tájékoztatón elhangzott, a kapcsolati erőszak össztársadalmi probléma, abban az értelemben, hogy a bántalmazás kihat az áldozat és a családtagok baráti, munkahelyi kapcsolataira, iskolai teljesítményére. Az áldozat segítő központ többek között a rendőrséggel, valamint a család és gyermekjóléti központ szakembereivel is szorosan együttműködik. A mi intézményünk jogszabályi kötelezettség okán működteti Nyíregyházán a jelzőrendszert. Nyilván ez a legnagyobb kapocs, ami összeköt minket, hiszen az áldozat segítő központtól is több olyan jelzés érkezik, aminek kapcsán mi felkeressük az adott családot, és amennyiben tudunk, alapellátás keretében segítséget nyújtunk, de amennyiben már bántalmazásról esik szó a jelzésben, abban az esetben a mi intézményünk is mérlegelés nélkül megteszi a hatóság felé a jelzéseket, és természetesen mellette azért igyekszünk a családnak segíteni. Az áldozatok védelmében a Vármegyei Rendőrfőkapitányság is szorosan együttműködik a szervezetekkel. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából kapcsolati erőszak az, ami felmerül legelőször is, és azt tudni kell, hogy a rendőrségnek van eszköze arra, hogy az elsődleges lépéseket megtegye a rendőri intézkedések keretében. Ugye ebben van benne a ideiglenes megelőző távoltartás jogintézménye. Ez a 2022-es évben 157 esetben fordult elő. Javarészt azért férfiakat tartanak távol a családjuktól, a nőktől, a sértettektől. Ez a szám egy ugye viszonylag magas szám, országosan sem kevés. Lehet azt mondani, hogy korábbi évek tendenciáját követi, és az idei év is úgy tűnik, hogy nagyjából lekerül fog majd konkretizálódni. Azt gondolom, hogy nyilván mindig csak akkor rendelünk el ilyet, amikor jó körbevástyázva, szakmailag és jogszabályi háttérrel ez ténylegesen indokolt, és ténylegesen segítséget nyújt a sértetnek, az áldozatnak. Igazából az, hogy most sok vagy kevés erről lehet beszélni, az biztos, hogy sokkal inkább
sokkal jobban átfogja mindenki a tudatát, hogy ez társadalmi probléma, a nők bátrabban kérnek segítséget, és nyilván a rendőrség intézkedik, akkor amikor a feltételei fennállnak, akkor alkalmazok ezt a jogintézményt. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapját 1981 óta november 25-én tartják az ügyért küzdő aktivisták. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította ezt a napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. Bőséges halhozammal számolnak a vármegyei tenyésztők idén, csak a vásárlókon múlik, hogy mekkora mennyiség fogy idén a hazai halból. Egy felmérés szerint évente 6,5 kg halat fogyasztunk átlagosan. A magyar ponty például keresett a hazai piacok mellett Csehországban, Romániában és Szerbiában is. Mázsa számra emelik ki a három év körüli pontyokat ebben a tiszavasvári határában fekvő tógazdaságban. Az idei év a tavalyinál kedvezőbben alakult a haltermelők számára, de a lehullott csapadék mennyiség még mindig kevés volt ahhoz, hogy a belvízi csatornák feltöltődjenek. Igazság szerint a belvízhelyzet az nagyon-nagyon fontos, hogy normális szinten legyen, a csapadék mennyiség nagyon-nagyon fontos, hogy normális szinten legyen. Nem csak a tavalyi, hanem az előtti év is nagyon komoly problémát okozott. Nem tudtunk elegendő vizet a saját halastavainkba, termelő területeinkre juttatni. Az idei év az nyilván csapadékosabbra sikeredett, de mint ahogy a szántóföldön gazdálkodók is látják ezt, ugyan megjelent már a víz, csillog a barázdában, de még nagyjából most érjük el azt az állapotot, amikor normális telítettsége van a talajnak. Még a belvízi csatornák azok nem telítődtek oly mértékben, hogy biztonságos vízellátásról lehessen szó, míg a Dunántúlon már ilyen probléma nincsen. Az Agrárgazdasági Intézet adatai alapján a hazai halfogyasztás éves szinten 2021-ben mindössze 6,5 kg körül volt. Ráadásul az elfogyasztott hal 81%-a importból származott. Egyes becslések szerint a haltermelők a karácsonyi időszakban értékesítik a hal mennyiség mintegy 40%-át. Azt tudom mondani, hogy egyébként évről évre növekszik a halfogyasztás mennyisége Magyarországon egy főre vetítve, ez sajnos nem csak édesvízi halat jelent, számunkra sajnos, de egyébként üdvözlendő, hogy tényleg egyre inkább kedvelik a halat az emberek, és egyre többek igyekeznek enni. A szezonalitás viszont még nagyon-nagyon erős, tehát a karácsony az egy komoly kihívás jelent a gazdálkodók számára, az ellátási folyamatokat azért komolyan kell szervezni. Ifjabb Radóczi János hozzátette, a közép-európai térségben Magyarország az édesvízi halakat illetően a ponty termelésben és fogyasztásban jeleskedik. Csehország nagy konkurenciája Magyarországnak, de Lengyelország, Románia és Szerbia is olyan országok, ahol a különböző vallási ünnepekhez kapcsolódóan nagy mennyiségű halat fogyasztanak, és ez november elejétől egészen húsvétig tart. Őrizetbe került az a nyíregyházi férfi, aki a gyanú szerint egy idős hölgyet támadott meg és vette el táskáját Nyíregyháza belvárosában. A sértett a támadás során megsérült. Az 53 éves V. Józsefet alig 24 óra elteltével elfogták a rendőrök, őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Érdemes még ma este tankolni a dízeleseknek, mert szerdától 4 forinttal drágul az üzemanyagára a hazai kutakon, a benziné most nem változik. Így a 95-ös literjért 580 forintot, a gázolajért 604 forintot kérnek. Hosszabbítás után szenvedett vereséget hazai pályán a Vasas Akadémiától a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 10. fordulójában a rendes játékidőben 54-54-re végeztek ellenfelükkel, az 5 perc ráadás után pedig a fővárosiak örülhettek 60-59-es győzelmüknek. A Nyíregyháza szombaton Cegléden lép pályára. A 100%-os mérleggel érkező Vasas ellen jól kezdett a mindössze egy győzelmet számláló Nyíregyháza, az első negyedet 4 ponttal megnyerték a Cápák. A második 10 perc is kevés pontot hozott, a hazaiak már 14 ponttal is vezettek, végül 32-26-os állásnál mehettek a nagyszünetre a csapatok.
A harmadik negyed derekán kiegyenlítettek a vendégek, és a negyedik játékrész döntetlenről indult. Ismét meglépett a Nyíregyháza, de 54-46 után már csak fővárosi kosarak születtek, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás 5 percben is kevés pont esett, az utolsó sikeres dobása Vasasé volt, így a kékcápák úgy veszítették el a mérkőzést 60-59-re, hogy 45 perc alatt mindössze egyszer, igaz, a legfontosabb pillanatban kerültek hátrányba. Mindenki mondta valahogy, hogy átok csapatnál, én ezt nem hiszem, de szerintem egy jó meccs volt, hihetetlen lehetőségünk volna, hogy nyertünk egy nagyon jó csapat ellen. Valahogy szerintem, ami ebből meccsből lehet tanulni, ez úgy, hogy a mi erősségünk lesz, kell vidékhez lenni, úgy ponton Vasas ellen, ahogy játszottunk, és a más csapatok ellen szerintem ezt a fajta vidékét fogja nekünk hozni a sikeret. A mérkőzésen 7 pontot szerző Geiger Bálint szerint is rendben volt a csapat védekezése, a hajrában pedig a szerencsének is szerepe volt abban, hogy melyik csapat örülhetett a hosszabbítás végén. Szerintem az elején jól kezdtünk, meg volt bennünk az kellő akarat, kellő tűz, ahhoz, hogy akár győztesen is elhagyjuk a parkettet. Az egész héten szerintem jól készült a csapat, felkészültünk a Vasasból, 60 pontot dobtak hosszabbítással együtt, ami szerintem nagyon is jó védekezésre utal. Az 59 pont, dobott pont az kevés. Szerintem egy kis szerencse kellett volna, és akkor mi hagyjuk egy győztesen a pályát. A forduló további eredményei a következők: Deac 23 Budafok 77-67, BKG Prima Akadémia Pécsi VSK 65-75, Meavsz Miskolc Óbudai Kaszások 112-100, Fót Salgótarján 68-65, TF Budapest Cegléd 91-87 és Jászberény Új Budamavc 78-115. A tabella élén a Pécs áll 10 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasast. Az 1-9-es mérlegge sereghajtó Nyíregyháza szombaton Cegléden lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye munkaerőpiaci helyzetével is foglalkozott keddi ülésén a vármegyei közgyűlés. A képviselők a kormányhivatal beszámolóját hallgatták meg annak kapcsán, hogy mozdárult a foglalkoztatási paktum program. A vármegyei képviselők emellett tájékoztatást kaptak a Máltai Szeretetszolgálat idei tevékenységéről is. A testület döntött több uniós forrásból finanszírozott fejlesztésről is. A teremtett világ védelméről tanácskoztak hétfőn Mária Pócson. A fenntarthatóságról, a körforgásos gazdaságról és a környezetbarát hulladékgazdálkodásról esett szó a főleg diákoknak szervezett konferencián. A szervező Hieroteos Egyesület és a Zöld Út Konzorcium célja a szemléletformálás volt. Őrizetbe került az a nyíregyházi férfi, aki a gyanú szerint egy idős hölgyet támadott meg és vette el táskáját Nyíregyháza belvárosában. A sértett a támadás során megsérült. Az 53 éves V. Józsefet alig 24 óra elteltével elfogták a rendőrök, őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. November 28-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden éjszaka marad a maihoz hasonló esős, borús idő. Hajnalra azonban eláll az eső a vármegyében, a hőmérséklet -1 és 4 fok között alakul. Szerdán napközben borult ég mellett jelentős csapadék nem valószínű, a hőmérséklet -3 és +3 fok között lesz. A hét folyamán marad a borult, esős időjárás fagypont körüli éjszakai hőmérsékletekkel.